Köszöntelek a stúdióban. Jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon távolra fogom kezdeni a kérdést, de nyugodtan fog rövidre, hogyha úgy érzed. Nekem meghatározó színházi élményem volt. Nem csak veled kapcsolatban, hogy általában a színházról való gondolkodásomat alapvetően határozta meg a Rozsek novella nyomán készült Mosoly Birodalma című, nagyon-nagyon régen, miután a Szkénében láttam, és azt is Jeles András rendezte, annak te készítetted a zenéjét. Azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Most tulajdonképpen egy hagyományosnak kinéző, hagyományosnak tűnő operát fogunk tőled hallani, hogy például a te színházi gondolkodásod az hogyan változott az elmúlt 25-30 évben, mondjuk a Mosoly Birodalma óta. Az igaz, hogy nem sokat. Tehát igazából én olyasmiből érzem magamat jól, mint a Mosoly Birodalma volt. Ez a mostani azért nagyban különbözik, de alapvetően ugyanaz irány. Jelesen változott, mind a kettő megmaradtunk marginálisnak, nem mentünk se ide, se oda, és hát így jól is érzem magam a bőrömbe. Itt szerintem nagyobb a feladat. Tehát igazából minden színházak atyát, akik meg szólaltat, nem kevesebb a tétje a dolgunknak. Tudnik ugye, mint tudjuk, az egész színház az innen van, amit ismerünk színházat. Minden fogása innen. Egy dolog kapott csak ki a karddal a későbbi európai színházakból, de Csehov ugyanúgy írt, mint az Euripidész. Igen, ugye ez egy Euripidész dráma nyomán készült opera, melynek újra új fordításban fog elhangozni, és nem is magyar, illetve új fordításban fogjuk olvasni, de ugye a nyelve az ógörög lesz. Ógörög bizony. Tehát ógörög nyelven komponálni az egészen, tehát hogy tulajdonképpen honnan tudod, hogy hangzik? Hát az igazság, hogy erre van mindenféle tudományos megközelítés, senki sem tudja, hogy hangzott, több iskola van, én egy iskolát, az európai átírást alkalmazom, de ugyanez van a latinnal is, tehát nem egy olyan nagy történet, ugye bizonyos országoknak csének ejtenek, amit máshol cének ejtenek, vagy kának ejtenek, olaszok például csének ejtik. Tehát ilyenek vannak, de van egy közös megállapodás a tételt, az TH-val, vagy ilyesmi. Tehát, hogy sok mindent lehet róla tudni, az igaz, csak bele kell ásnia magának az ember. És ebben fantasztikus segítségem volt Kárpáti András személyében, aki egy klasszika filológus. És egyébként zenészfüllel jól hangzik az ógörög? Eszméletlen izgalmas nyelv. Tehát inspiráló? Nagyon. Nagyon. Szóval, szóval egészen más, sokan írtak lefordított szöveget, ugye van a Ödipusz királya, Stravinsky, igen. Annak latina szövege. Igen. Ugye, és a nagy részét az pedig franciául hallgatják, hogy mi a történet. Annak köze nincsen ehhez a bizonyos színházhoz, ami külön érdekessége, ami szerintem ma már nagyon kevesen tudnak, hogy ezt énekelték. Effektíve énekelték a szövegeket. Ma ezt ilyen mondják, ilyen nagyon pátosszal, vagy a modernek dobálják el a mondatokat, és ilyen, miten izébe helyezik a történetet egy lakótelepre, ami teljesen lényegtelen. Tehát, hogy te tulajdonképpen hiszel abban, ami az opera születésekor egy nagyon fontos hit volt, hogy az görögök az összes szöveget énekelve adták elő, tehát nem csak a kardalokat. Finomítani kell a dolgot, mégpedig úgy, hogy ezek elég hitelesek, tehát a megfejtései is hitelesek a töredékeknek, elég sok töredék maradt meg, 64-et fejtettek eddig meg, többek között Euripidész is megmaradt. Vélhetőleg Euripidész is megmaradt, de ez mind lényegtelen. Amit biztosan tudunk, az, hogy mindent énekeltek, kivéve a gyors párbeszédeket, ezek általán egy vagy két soros kérdezfeldek a legtöbb esetben. Tehát ami monológnak tűnik. Ami monológ, az monódia volt. Az abszolút az volt. Ebből maradt is, megmondom, kettő vélhetőleg saját Euripidész, bár persze ez már másolat, de az Ifigénia Aulisból maradt meg egy monódia részlet, és a Orestészból. És ezeket a zenéket te valamennyire használod? De... Most nem. Nem. Tehát, hogy nem idézed ezeket a régebbi... Nem. És miért nem? Hát mondjuk egész pontosan az Euripidészt azért nem ezt a két töredéket, mert ugye az egyet hangos.
Az úgy elkezd, hogy enharmonikus genoszba volt írva, ami egy nagyon speciális, azt mai fül az hülyeségnek hallja. Meg lehet csinálni, hallottam már olyan előadást belőle, ami teljesen meggyőző volt. Egy osztrák csaj énekelt ezeket, és az döbbenetes volt a hatása. De én viszont a kromatikus genoszt használom végig, ami hasonlóképpen izgalmas. Ami szintén ugye a mi kromatika fogalmunktól teljesen idegen, és teljesen más. Más teljesen. Más. Tehát ugyanolyan 7 fokon hangsúly, mint amit mi használunk Európában, csak más az elrendezés, 4 fél hanglépés van benne, és nem 2. Emiatt nagyon modernnek tűnik, az az igazság. Azt olvastam valahol, hogy ennek a darabnak tulajdonképpen valamilyen formában azért előképe az a, ha jól emlékszem, 2 éve játszott a fesztivál zenekara Mahler ünnep valamelyik koncertjén, amit ugye rendelték tőle ezt a darabot, a Dionysia volt a címe, egy zenekari kompozíció, hogy az a fajta zene, az tulajdonképpen már az utolsó előtti lépés ehhez az operához, a Bachnek-hez. Hát igen, volt 2 előzménye volt ennek, egyik ez, a másik pedig, hogy akkor még abszolút ilyen Hája Kovács módjára a Valló Péter kérte, hogy a Radnóti Színházban csinálják, azt hiszem egy izé volt, az a Ifigenia Aulisba volt, és annak a kardalainak egy része ment ógörgül, bizonyos részei magyarul, tehát egy ilyen összfér valami volt, de akkor nagyon megijesztem, hogy itt valami nagyon nagy dolog lehetséges, és akkor úgy kaptam is egy ógörög könyvet, meg kell mondom innen, hogy nem lehet megtanulni ógörögül. Uh-huh. Tehát ez nem véletlen, hogy ez egy külön tudomány, pokoli nehéz nyelv, elképesztően nehéz. Na és azt csináltam, az volt az első ilyen előképe, és utána csináltam a Dionysziát, amiben konkrétan már, még nem is tudtam, hogy a Bachnás nőket fogom megírni, és megrendelés. Én akartam már régóta írni egy teljes izét, egy teljes operát, és akkor Bachás nőkből, azért már ugye a Dionysoszról szól, igen, az egyik kardának a ritmikáját használtam fel az egyik tételbe, ami most furcsa módon meg fog szólalni, már kicsit más formájában, de benne van az a kardal is, ami ott a Fallofória című, tehát a Fallosz körmelete című tételbe szólt. Nagyon sok résztvevő lesz, sok énekes, egy nagyon érdekes összeállításnak tűnik, hogyha nézem a hangszeresek felsorolását. Inkább ez egy nagy ensemble-nek tűnik, tehát inkább kamarazenei vagy ensemble fogantatású lesz, ami a zenekart illeti. Nagyszerű énekesek lesznek, Miketz Korné, Filip György, Laborfalvi Sós Béla, Kéringer László, már volt nemrég itt a rádióban vendégünk, és még a karban is többen, és hát Jeles András rendezi, és nem is emlékszem, hogy Jeles András Budapesten mikor rendezett utoljára. Jó a kérdés, én sem. Ugye, hogy... Nem, az egy katasztrófa, szóval innen is mondom, szóval, hogy eredetileg az András, és nagyon jókat, iszonyú jókat, Szombathelyen rendezett ő több jót, és a kaposvári főiskolásokkal eszméletlen előadásokat. Tőle azt, hogy valaki tőle, hát én az egyik legnagyobb mai rendezőnek tartom, és teljesen parlagom. Hát ezért én is ezt gondolom róla, és ezért is próbáltam az emlékeimbe kutakodni, hogy vajon Budapesten mikor láttuk utoljára, és hát nagyon-nagyon régen akkor jól emlékszem, hogy nem láthattam őt Budapesten, illetve nem láttam tőle Budapesten rendezést. Mi lesz ennek a nyitja, vagy ennek a kulcsa, ennek a darabnak színpadira? Mit lehet elárulni belőle? Hát az az igazság, én most egyre nagyon boldog vagyok, mert pokoli jók mennek a próbák, mindenki imádja, ahhoz képest, hogy kortárs opera, tök hallgatható. Pokoli nehéz, az bizony igaz, úgy a hangszereseknek, mint a énekeseknek. Például, mint a kar, az ugye egy ki is van húzva valamennyi a darabból, meg kellett húzni egyébként 3 óra körülbelül egy ilyen előadás. Ami, hát egyrészt a hangzás az Fullinger lesz, mert hogy, mint mondtam, ebben a bizonyos kromatikus genoszban a nagy része írva, és néhány tétel van írva, főleg kartételek, rendes diatón genoszban, az hát diatóniában dolgok a szolatidó, abba ugye, és a nagy része meg más is. Emiatt az egésznek van egy ilyen nagyon fura hangzása, de biztos, hogy valami át fog jönni a közönségnek is. Szerintem nagyon hallgatható. Tehát, hogy abszolút semmi olyan nincs, amit tartom, hogy a
kortárzenemét szítok szó a mai ízébe, szó nincs erről. Hát ugye azok a zenék, az örmény legendából játszottunk egy részt a Black and White Suite-ből, és majd a végén a Henok apokalipsziséből. És a Henok apokalipsziséjét egyébként a felvételen Héja Domonkos vezényli. Igen. És akartam is kérdezni, hogy egyrészt, hogy Héja Domonkos nem nagyon szokott modern vagy kortárs darabokban ritkán szokott vezényelni. Hogy alakult ki ez a csapat? Ez a válogatott, aki ezt a bakrásnőket előadja, hogy elsősorban te javasoltál muzsikusokat, karmestert, hogy egyáltalán hogy jött? Hát a híjadom most így gyerekkora óta ismerem. Uh-huh. Mi a Skula Hungarikában, én akkor ő gyerekkaros volt, én meg felnőttkaros, én mint a titkár, vagy mi a fene, a dobszai féle izéje, és ott hát mi nagyon jóba lettünk, de akkor ő még csak konzista volt, amikor abba hagyta. És utána és hát én szerintem komázott is engem, meg én is viszont, tehát ő még nagyon kicsi volt akkor, és akkor a Hénokra fölkértem, hogy dirigálja a lemezre. Uh-huh. Én is dirigáltam, de hát a karmesterség az egy szakma, az egy másik tudom, úgyhogy koncertes dirigált a ízés, és egy nagyon tehetséges pali, mert a Domos iszonyú jó füle van, nagyon érzékeny, és jó karmester, nagyon kevés az ilyen fiatal jó karmester. Keménykező is, de ugyanakkor, tehát rendkívül jó. És hát felkértem, és azt mondta, hogy ő imádja a darabjaimat, és akkor ezt is csinál. És most úgy látom, hogy hát szívja is ez a lágyám, mert mondta ezt, hogy szim után próbálja Bartóknak a kék szakállóját, és azt mondja, hogy hát minket sokat is csinálta viszonylag, de hogy hát ez nagyon, nagyon komoly szellemi teljesítmény, ezt végig dirigálni. Ugye, mert hogy ugye dirigensnek általán ugye a ritmus a legfontosabb, amiket mutatnia kell. Itt meg a szöveg miatt, mert hogy ilyen elképesztő az egész görög szöveg, ezért hatalmas a ritmusváltása, az állandóan másba, 2, 3, 11, 18, 24 ütemes, vagy negyedes, vagy nyolcados ütemek egymás után szerint végig egy partitúra oldal, tehát hogy, de máshogy nem lehet notálni a dolgot. Tehát ez így jött. Közben átugrottál egy választ, de lehet, hogy szándékosan még egyszer megkérdezem, hogy milyen látványvilágra számítson a néző. Ja, hát az megint egy szerintem teli találat. Én így csak próbát láttam bele, mert ugye ez még egy általában egy operához azért szoktak adni másfél hónap próbaidő, és színpadon meg ilyesmi, de hát itt 4 nap. Tehát itt igazából, hogy mi lesz a dolog, azt hónap után fogjuk meglátni. De az ötlet, hát az egész víz alatt. Uh-huh. De hát nem úgy, hogy víz alatt. De nem úgy, mint a Rajnak így se elsőt. Nem. Nem van is zseniális ötlete, hogy olyan, mint hogy egy elsüllyedt Atlantis vagy vele. Tessék? Elsüllyedt az Atlantis, tehát hogy... Hát minden lehet. Tenger alatt van az egész. Uh-huh. Tenger alatt vannak, és az énekesek teljesen mozdulatlanok végig. Csak a fény mutatja meg, hogy hol vannak. Egyébként ilyen tök rock'n'roll az egész, tehát tök, majdnem végig gyors számok vannak. Aha. Egy-két gyertyázós is van benne, egyébként is ész. Ja, és megkapja a fejgépet az éppen éneklő. És ami megkapja, egyébként így van, és előtte meg, vagy hát a hatása az lesz a dolognak, hogy tenger alatt látod. Ja igen, és az énekesek, azok a Bánki Róza jelmeztervező, azok meg szobrok, amiket benőtt a tenger. A hínár, a moszat? A... Hínár, kajdló, egyik szemén az egyik énekesnek egy kajdló, tanyázik, a másiknak csigák, algák lógnak le az izék össze. Látványban egészen elképesztő, és mondom, hogy sokat nem kell csinálni. Ugye, ez ilyen szempontból megint csak egy visszaidézése annak az időnek, mert ugye ott is a klasszikus játékban voltak ugye a Stasimónok, amik ugye statikust jelentek, volt a Parodosz, amikor bevonult a kar, de egyébként nem volt ott nagy mozgás, izgésmozgás, hanem lenyomták a szöveg dominált, tehát nem vége. A szöveg és a zene. Mm. És a zene. Ez mindig elfelejtődik, és úgy tűnik, hogy nagyon működik. Tehát én most éppen rendkívül felvődobva, mert azt hittem, hogy itt valami szörnyűség, és a szereplők is élvezik, pedig hát pokoli a feladatuk, bebiflázni, mit tudom én, 700-sal ógörögöt, egy szót se értenek, hát tudják, hogy mit énekelnek. Igen, igen.
lefordítják, de azon, mint egy hát igen, de előbb-utóbb viszont kiadja magát, hogy ott van egy teljesen létező nyelven, egy teljesen létező zene, szóval az egész olyan, mint egy álom. Hát nagyon izgatottan várom. 22-én és 24-én, tehát a Fesztivál Színházban este 7 órakor Melis László, illetve Jeles András Bakhásnők című Euripidész szövegre készült operáját tekinthetjük meg. Én azért nem tudok a 22-i bemutatóra menni, mert akkor még dolgozok. 23-án nincsen előadás sehol, kivéve Ötvöstek az operáját 23-án főpróbálják Bécsben. Tehát igen, ez az október, ez most nagyon operás. De melyik? A Lilit. Ennek lesz az ős bemutatója most. És akkor 24-én akkor Bakhásnők a Fesztivál Színházban. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rossz idő és az elnyúló próbák ellenére is azért ide találtál és ide jöttél a stúdióba. Szépen. És akkor következzék, ha már emlegettük, Héja Domost.